Köszöntjük Önöket a Real Economy-ban. Egy évvel a pandémia és az Európa szerte bekövetkezett lezárások kezdete után megnézzük, mit jelentenek az EU helyreállítási tervei a kisvállalkozásoknak és Európa pénzügyi piacainak. Guillaume Desjardins annak járt utána Szlovéniában, hogy az EU SURE programja miként segít munkában tartani az embereket. Ezeket az éttermeket be kellett zárni az első lezárások idején, de a tulajdonosok meg tudták tartani a személyzetet. Épp nekilátok egyik legfinomabb pizzájuknak. Először nézzük gyors talpalunkat, miként finanszírozzák az EU több milliárd eurós helyreállítási csomagjait. A koronavírus járvány megrengette Európa gazdaságát. Az Európai Unió SURE és Next Generation EU helyreállítási programjai segítenek az országoknak abban, hogy ellenállóbbá tegyék gazdaságukat. Finanszírozásukra az EU 850 milliárd euró kötvényt bocsát ki a következő 5 évben. Hitelt fölvenni európai szinten azt jelenti, hogy minden uniós tagállam segítséget kap. Ez az első alkalom, hogy az EU ilyen nagy mennyiségben vesz föl hitelt. Ez új, nagy szereplővé teszi a szuverén kötvények piacán, és ez segít megerősíteni az euró nemzetközi helyzetét. Az EU magas hitelbesorolása és képessége, hogy garantálja az adósságot, azt jelenti, hogy a befektetők nagyobb bizalommal vásárolnak EU kötvényeket. Ezek szociális és zöld kötvényeket is tartalmaznak, így az alapok igazán szociális és zöld célt szolgálnak. 2058-ra fizetik vissza a kölcsönöket. Nagyjából 2 millió vállalkozás volt képes megtartani alkalmazottait az Európai Bizottság SURE eszközének köszönhetően. Szlovénia az egyike annak a 18 országnak, amely részesül a program előnyeiből, több mint 1 milliárd eurót kap sürgősségi hitelekként. Guillaume Desjardins elment a főváros egyik pizzériájába, ahol a lezárások idején is lehet elvitelre rendelni. Miután az Egyesült Államokban élt, Greg Jurkovics 2010-ben visszatért hazájába, Szlovéniába, hogy megnyissa első éttermét Ljubljanában, majd egy másikat is nyitott. Egy évvel a második étterem megnyitása után Gregnek 30 alkalmazottja volt. A járvány első hullámakor 6 hétre haza kellett küldenie őket. Nagyon hamar világossá vált számára, hogy minél tovább meg akarja tartani dolgozóit. A lényeg az volt, hogy több okból is meg kellett őriznünk ezeket az alkalmazottakat. Ez kötelességünk, de azt is figyelembe kellett vennünk, mi lesz, ha nyitunk, és ezek az emberek elmentek, hogyan tartjuk fenn folytonosan az üzletet. Amikor az éttermek újra kinyitottak, azonnal készen állt a munkára? Igen, természetesen egy olyan céghez, amely segít az embernek könnyebb azonnal visszamenni dolgozni. A szlovén kormány részben a SURE programnak köszönhetően tudta támogatni az olyan munkaadókat, mint Greg, hogy addig is fizetést tudjanak adni alkalmazottaiknak, amíg újra kinyithatnak. Greg felszolgálóihoz és szakácsaihoz hasonlóan a SURE programot használó 18 uniós tagállamban mintegy 25-30 millió dolgozó jövedelmét tudták megőrizni a járvány idején. A SURE program célja a munkahelyek megőrzése volt a válság idején. A következő lépés a Next Generation EU elnevezésű helyreállítási terv, amely a következő hetekben indul. Ezúttal nem 100 milliárd euró lesz, hanem jóval több. 750 milliárd eurót osztanak szét, támogatások és hitelek formájában az uniós tagállamokban. A SURE programot soha nem látott méretű EU kötvénykibocsátással finanszírozták. A Next Generation EU program finanszírozása változatosabb lesz, de azt is nagyrészt EU szintű kötvénykibocsátásból fedezik. Azt lehet várni, hogy minden euróért, amit elköltünk, 2-3-at vagy 4-et kaphatunk vissza 5-10 éven belül a választott befektetéstől függően. A megtérülést az erőteljesebb gazdasági növekedés teszi majd lehetővé, valamint az, hogy az Európai Unió újfajta adózási formák bevezetését tervezi. Megvárjuk, mit hoz a hosszú távú európai költségvetés, mielőtt aggódni kezdenénk emiatt. Nagyon köszönöm. Ezek az európai kötvények államkölcsönök, de nem az egyes tagállamok felelnek értük, hanem az egész Európai Unió. Mondhatnák, hogy az EU egyenlő a tagállamok összességével, és igazuk lenne, de a közösségi szintű hitelfelvétel biztosítja a befektetőket. És azt is jelenti, hogy az egész Unióban összehangoltabban végzik a talpraállítási műveleteket. Azt is lehetővé teszi, hogy csökkentsék a kamatlábakat, így alacsonyabbak legyenek a helyreállítás költségei. A SURE kötvények iránti kereslet eddig több mint 10-szer akkora volt, mint a kínálat.
Ez jó előjel a Next Generation EU kötvényeknek. A tervek szerint nyár elején bocsátják majd ki őket, ha az Európai Bizottság felhatalmazást kap rá. Hogy többet tudjunk meg az EU hitelfelvételéről, amellyel ezeket a programokat finanszírozza, meghívtuk Johannes Hahnt, az EU költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztosát. Biztos úr, köszönjük, hogy a Real Economy rendelkezésére áll. Ön szerint a bizottság mikor kezd el hitelt fölvenni a helyreállítási alap számára? Belső nézőpontunkból úgy látom, készen állunk erre június elejétől. Igazán remélem, hogy semmi sem hátráltatja ezt a célt, és elkezdhetünk megjelenni a tőkepiacokon a második fél év elején. Azt mondja, egyelőre semmi sem hátráltatja ezt, de van két fenyegetés. A német alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette, Lengyelország pedig azzal fenyeget, hogy nem ratifikálja. Mennyire komolyak ezek a kockázatok? Bízom abban, hogy megerősítik ezt Karlsruhe-ban, de mindenekelőtt fontos, hogy fenntartásaikat félretegyék. Abban is bízom, hogy ezt megfelelő időben meg fogják tenni. Ha az ember a politikában van, optimistának kell lennie, és általában igazam van abban, hogy az vagyok. A kibocsátott súrkötvények nagyon sikeresek voltak. Mennyire bízik abban, hogy a befektetők továbbra is érdeklődnek majd a Next Generation EU iránt is? Mindent egybevéve óriási érdeklődés volt, és azért volt óriási az érdeklődés, mert az eurót és az Európai Bizottságot is biztonságosnak tekintik. És ez nagyon fontos olyan időkben, mint a mostani. Látszólag szintén nagy érdeklődés mutatkozik az iránt, hogy létrejöjjön a dollárnak egyfajta alternatívája. Nem úgy, hogy vetélytársa, hanem valóban az alternatívája. Mi ennek a hatása az euró nemzetközi világára? Úgy vélem, óriási lesz a hatása. Legalább 800 milliárd eurót fogunk kibocsátani euróban jegyzett kötvényekben. Ez olyan mennyiség, amekkorára korábban soha nem volt példa. Ennek bizonyára óriási hatása lesz az euró szerepére. A tőkepiacokon világszerte meg fogja erősíteni az eurót, mint igazi alternatív valutát. Ezért erős ennek a gazdasági és a politikai hatása is. Hahn biztos, köszönjük, hogy időt szakított ránk, és velünk volt a Real Economy-ban. Szívesen.